Szép estét kívánok, köszöntöm a kulturális magazinunk, a Paletta nézőit 2020. február 4-én 19 óra 45 perckor. A következő 25 percben először ellátogatunk a Vörösmarty Színházba, majd a Vörösmarty Színház Pelikán Kamaraszínházába, ezt követően pedig szemügyre vesszük Csákváron az új közösségi tér átadását. Előtte azonban nézzenek meg egy beszélgetést, vendégem Egerházi Attila, a Balettszínház igazgatója lesz. Markomba rejtettem az eszem. Azóta boldogan emelt fővel járok, csak a kezemet lógatom fáradtan, az eszem súlya lehúzza. Látod, ez a kicsiny keménybőrű, erekkel átszőtt ráncokba rázdalta, duzzadó erezetű öt ujjal zárható tok, most az eszem tokja. De jó, hogy ide menekíthettem, ahol senki se gyanítja. És felbecsülhetetlen előny, hogy két kezem is van. Bárkitől megkérdezhetem, melyik kezemben van az eszem, nem fogja kitalálni, mert ha összekulcsolom a kezem, hip-hop, már is átcsúsztattam az eszemet egyik markomból a másikba. Ki más mondhatta volna, írhatta volna ezt, mint Franz Kafka. És ez nem is esztelenség. Vendégem pedig Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója, ebben az esetben rendező koreográfusa a Franc című táncdrámának. Ezzel az új premierrel köszönti a Balett Színház az új évet, ha úgy tetszik. És én azt gondolom, hogy ez az öntörvényű klasszikus, mint Franz Kafka megérdemelt egy ilyen darabot. Kezdjük talán azzal, hogy nem most először dolgozol Kafkával. Nem most először, ez egy adaptáció ez a mű, hiszen én ezt Csehországba ezt elkövettem egyszer, és bemutattuk. Akkor a Cseh Táncszövetség elismerte ezt a munkát, amit az ottani együttessel végeztünk. Ez az évad legjobb koreográfiája lett 2015-ben, ez egy koprodukció volt akkor, egy német színházzal, de ez egy átdolgozása ennek a műnek. Kosztümjaiba és egyébként koreográfiai elemeket is átdolgoztam, tehát ebben az értelemben ez mégiscsak egy új bemutató. De a téma régi, és azt gondolom, hogy örök. Valóban Kafka egy olyan megkerülhetetlen író, egy olyan megkerülhetetlen művész, aki olyan speciálisan látja és láttatja a világot, mint talán előtte senki. És ezt a kafkai fenomént, ha szabad így fogalmazni, próbáltam én táncdrámába, egy nagyon tömör táncdrámába, egy tánckrimibe, egy nagyon mozgalmas tánckrimibe önteni. Ugye, aki Kafkát egy kicsit is figyelemmel kísérti már, mint az ő életútját, az tudja, hogy miről beszélünk, hiszen benne ott volt az elidegenedés, a félelem, a bűntudat, az abszurditás, kultikus zseni volt. Hogy lehetett hozzányúlni egy ilyen fantasztikus életműhöz a tánc nyelvén? Szerintem nagyon könnyen. Pontosan azért, mert az a világ, ahogy ő látta, hát mit csinál Kafka és mit csinál egy művész? Fogja a világot, szétszedi darabjaira, és aztán összeszereli a poézis erejével, a költészet erejével, felemeli a valóságból, és újra összerakja ezeket a puzzle-be szétszedett kockákat. Ezt csinálta a Kafka is az ő sajátos módján. Nagyon közel áll az ő írói világához a tánc világa, a tánc nyelvezete, mert nagyon absztrakt és nagyon abszurd. Maga a tánc és a mozdulat is, nem konkrét dolgok. Amikor felemelem a kezem, nagyon konkrét dolog, de mégis értem ezeket a gesztusokat. Ugye a latin népek nagyon gesztikulálnak, mert nem elég a szó. És szoktam volt mondani, ahol a szavak véget érnek, ott kezdődik a mozgás, ott kezdődik a tánc. És én Kafkán is egy picit azt érzem, hogy keresi a szavakat, nem is mindig találja, de próbálja lefesteni azt a víziót, ami benne van, hogyha koreográfus lett volna, akkor valószínűleg olyan darabot koreografált volna, mint én róla, hiszen a célom az volt, és remélem, hogy ez sikerült elérni többé-kevésbé, hogy olyan legyen ez a mű, mintha maga Kafka koreografálta volna, mintha nem tudta volna ezeket az érzéseket és ezeket a látomásokat papírra vetni. Milyen eszközrendszer állt rendelkezésedre, hiszen tudjuk, hogy itt a Pera kastély, tehát a nagyívű Kafka művek önmagában nem mutathatóak be, de nem is kell. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, és a televízió nézők is, hogy ők kivonatosan már látták, hiszen ott jártunk a főpróbán, és én azt gondolom, hogy ez teli találat. Hát örülök, hogy így látod, és nagyon bízom benne, hogy minél többen így fogják látni. Én is úgy érzem, nem sok művemről érzem azt, amit eddig elkövettem, hogy teli találat, vannak köztük olyanok, de ez mindenféleképpen az. Nagyon segített a zenei választás, Arvo Part,
Henry Górecki, és Alfred Schnittke műve pedig a Concerto Grosso, ami ugye a hossz, ez egy 25 perces mű, ez zárja a darabot, ez a második fele az 55 perces műnek, vagy a koreográfiának. Ez olyan, amikor meghallottam, mintha erre íródott volna. Úgyhogy nekem ez egy nagyon izgalmas munka volt, nagyon izgalmas feladat volt, és valahogy úgy vitt a próba folyamat során, vitt a zene, vitt az a látomás a kafkai műveknek, amiket említettél, a képszerű, videoklipszerű, ha szabad így mondani, látomásai, és maga a darab is egy ilyen patchwork szerkesztésű, de mégis a végén értelmet nyer, és ez a krimi valahol kiteljesedik, mint mondjuk a perbe. Tehát az esetőségből terv lett, a tervből valóság, és pontosan. A végül pedig a tánc és a gondolat ötvözetéből megalakult ez a táncdráma, kialakult ez a tánc krimi. Miért is krimi? Hát mert krimi, mert az az érzés, az a kafkai érzés, ami például, nem tudom, hányan olvasták a Pert, az is tulajdonképpen egy krimi, egy megfoghatatlan krimi. Amikor nem tudjuk, hogy honnan támad ránk az erő, és egy ilyen nyomasztó világba élünk, de nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mi is nyomaszt bennünket, és keressük, mint egy bezárt szobában lennénk, és keressük a kiutat. Nem tudjuk, honnan jön a gyilkos, melyik sarokból, de tudjuk, hogy ott van a sarokban. És jön. Fernando Gabriel Luis Luis, aki Kafkát táncolja, azt mondta tegnap nekem, hogy Kafka szerepében az volt a legnagyobb kívás, hogy úgy kellett élnem, mint egykoron Kafka tette. Nehéz ezt táncban elmesélni egy olyan fiatalnak, aki azért egy teljesen más világban nőtt fel? Ezt igazából ő tudná megmondani, hogy mennyire nehéz, de az tényes való, hogy elkezdett intenzíven kafkai műveket olvasni, tehát belebújt az ő világába, elmerült az ő világába, és valószínűleg ezért mondhat azt, hogy úgy élt, mint Kafka, hiszen hogyha ebbe a világban nem lehet felületesen elmerülni. Tehát ha valaki Kafkát olvas, és van képzelő ereje, és van fantáziája, mint ahogy Kafkának hihetetlen mélységű és magasságú volt a fantázia világa, akkor találkozik vele. Na most egy művész, mint Fernando is, rendelkezik ezekkel a mélység és magasságokkal a fantázia tekintetében, és ő el tudott merülni valószínűleg ebbe a világban, hiszen látszik az ő interpretálásán, a kafkai figura megformálásán, én nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve. Azt gondolom, Krisztina Porras Mormeneo nevét is meg kell, hogy említsük, mint ahogy azokat is, aki balettmesterként dolgozott ezen a darabon, mint azokat is, akik a kedvedért Székesfehérvárra jöttek. Igen, és már nem először, hát Krisztina, ugye a párom, alkotó társam is tulajdonképpen, és ő volt az, aki ezt a művet rekonstruálta. Aztán nekem ugye jött a folyamat, amikor átdolgoztam bizonyos részeit, de Átolt Szettig ő tanította be a darabot, ő dolgozott a táncosokkal. Brekje von Baalen, akivel nem először dolgozom együtt, ő egy holland, neves holland jelmeztervező, Rómeus Juliának is többek között a jelmezét ő készítette, és meg kell említeni Lo Schakenbos nevét, aki szintén hát a világ egyik legjobb fény és díszlettervezője a táncszínházi műfajba, olyan emberekkel, olyan koreográfusokkal dolgozik együtt, mint Jerzy Kilian vagy Alexander Ekman. Attila, zárjuk kelekbe a történetet, nem kell elhagynod a szobádat, maradj ülve az asztalodnál és hallgatózz, még hallgatóznod sem kell, csak várnod. Még várnod sem kell, csak megtanulni csendben maradni, nyugodtan, mozdulatlanul, akár magányban. A világ szabadon felkínálja magát leleplezésre, nincs választási lehetősége. Nekünk viszont, kedves nézőink és önöknek is van választási lehetőségünk, és én azt gondolom, hogy nagyon helyesen teszik, ha a Vörösmarty Színházat választják. Hiszen a Kafka premier után lesz egy előadás még holnap. Igen, és aztán májusban, tehát ma a bemutató, holnap a második előadás, és májusban pedig a második szereposztás lép színpadra. Köszönöm, Attila, hogy megtiszteltél. Tehát kedves nézőink, ma este a Vörösmarty Színházban, és holnap is Kafka. Új kamara előadással köszöntötte a színház rajongókat a Vörösmarty Színház Pelikán Kamara Színháza. Odaadó hívetek Surik címmel mutattak be egy fiatal férfiről szóló előadást.
orosz írónő nagy regényének színpadi változatában páratlan mesélőként mutatkozik be. Kerkai Rita rendezésében a több mint 30 évet felülelő történetben egyetlen pillanatra sem veszítjük szem elől az elbeszélés főbb motívumait és szerteágazó több szálon futó cselekménye ellenére sem válik átláthatatlanná a meseszövés. A színészek csodálatosan dolgoznak elképesztő fantáziával, mindent ezekből a gombolyag anyagokból oldanak meg, és minél többet vagyunk ebbe a térbe, annál több izgalmas ötlet érkezik. Szóval például a cseresznyéskertől kezdve a macskáig, a telefonig minden gombolyagokkal van illusztrálva. Surik késői gyerek egy halott édesapával és egy gyenge, reményvesztett édesanyával a háta mögött. Nevelésébe csak a főiskolai professzorként dolgozó nagymama, az erős és művelt asszony szólt bele, akinek halála után Surik szétesni látszik, és a labirintusok egyre sűrűbb erdejéből alig ha találhat ki utat. A megvalai is. Szerintem a lakásnak semmi baj nincs, veled sincs semmi baj. Nagymama aztán most nagyon elégedett lenne. Csak szerintem túl sokat vagy itthon. Gondolod? Talán valami munkát kéne keresned? Aj, nem. Verusia, nem. Nem munkát. Csak elfoglaltságot. Tudod? Annyi mindent tudsz a színházról, a zenéről. Például taníthatnál. Nagymama mindig azt mondta, hogy elfolytottad a tehetséget. De még mindig nem késő belekezdeni valamibe. Milyen tehetségemet, Suri? Láttam én igazi színésznőket. Alisa Conant, Baba Nova. Ez egy nagyon sűrű anyag, egy nagy történet, ahol Surik ahelyett, hogy élni tán saját maga életét, nagyon sok felé próbál megfelelni. Sok nő felé próbál elég lenni, vagy eleget tenni nekik, és mindeközben ott van az édesanyja, aki ahelyett, hogy talán őt nevelni, fordul a kocka, és Suriknak kell egy idő után a saját anyját is tápolnia, illetve életbe tartania gyakorlatilag. Szóval ő úgy él, hogy elfelejt élni. Én fennhagytam, hogy sokáig legyél vele. És még így sem vagy képes elengedni. Aj, Verusia. Hát, talán éppen azért nem tudom elengedni, mert soha nem lehettem igazi anyja. Nem adhattam neki a szeretetemet, a törődésemet, a féltésemet. Már karon ülő korában elvetted tőlem. Nem vettem el, csak felkészítettem az életre. Egy fiú gyereknek nem szeretetre van szüksége, hanem fegyelemre és önállóságra. Surik Korn csinos, udvarias szolgálatkész fiú, a nők álma. Szerelemgyerek, az apja nem sokkal éli túl fia születését, akit elsősorban a jóságos, erős akaratú nagymamája nevel. Itt mi tulajdonképpen színészek csináljuk ezt a csodálatos kis produkciót a Ritának, Kerkai Ritának a rendezésében, aki ő maga hozza ennek a csodálatos világát, az ő maga világát is hozzátéve Ulickájához. Olyan hangulatot és olyan szép világot tudott nekünk teremteni ebbe az egész próba folyamatba, hogy mindnyájan csak hálásak tudunk neki lenni. Már haza is értél? Úgy belemerültem a zongorázásba. Észre sem vettem, hogy megjöttél. Tudod, ezek a dallamok eszembe juttatták ifjúságom legszebb éveit. Amikor játszhattam az egyiptomi éjszakákban, megismerkedtem apáddal, és megnyertem a lábszépség versenyt a színházban. A többi színésznővel fel kellett sorakoznunk a függöny mögött. Ha Ulickai ebben a darabban nem is ás le lélektani mélységekig, mindenképpen felfedezhetünk az egymástól eltérő női sorsokban olyan elemeket, amelyek távolabbi útvesztőkbe kalauzolnak. Nagyon izgalmas és hatalmas színészi kihívás, inkább úgy fogalmaznék, hatalmas, mert nekem például azért is, mert a fiatalkori Vera Alexandrovnával vagyok most jelenleg egy korban. És utána én pedig egy idősebb embert játszom. És annyira ugrál a történet, tehát ennek is ez a változata, mert egy regényben is más végignézni egy életutat. Itt pedig annyira gyorsan változik az idő, tehát nekem is nagyon gyorsan kell öregedni, és ennek, tehát van, amikor ez egy színésznek hiteles tud lenni, van, amikor van hozzá egyéb eszköz vagy kifejezés. Új sors! Remélem, a papír igazat szól.
Tényleg? Mondtam már? Úgy tűnik, hogy megkapjuk a kivándorlási engedélyt. A szüleim már ott is hagyták a munkahelyüket, és alig várják, hogy induljunk. Tudod, apukám alig húzta meg a börtönt a gazdasági változásokról szóló publikációja miatt. Lilacska, akkor örökre el kell válnunk. Igen. A novellaszerű bevillanásokban felbukkan 12 különböző karakterű nő, 12 különböző sors, akiknek szerencsétlen, sajnálatra méltó életében központi figurává válik ez a nők által kedvelt, önmagát kereső fiú. Nagyon különbözőek, és mindegyik nőnek igazából megvan így az élettörténet, és talán itt köszön vissza ez az egész csehoviság, hogy tulajdonképpen mind nagyon mélyek, nagyon mély élettörténetük is van, és nagyon érdekes, hogy ki mit nem tud meglépni, kiknek mik a vágyaik, amik bennük vannak, szóval tényleg nagyon összetett az egész darab. A tanulságos történetben Kerkai Rita csapata finom iróniával, társítva vérbő maisággal meséli el, Ulickaja tőle megszokott áradó kedvel és fordulatossággal megírt, kérdőjelekkel teli történetét egy odaadó férfiról, aki minden nőnek meg akar felelni. Vajk megkeresztelésének előestéjén járunk, Szabó Magda Az a fényes nap című drámájának. Az az alapja, hogy keletre vagy nyugatra tart Magyarország. A Vörösmarty Színház Bagó Bertalan rendezésében mutatja be Szabó Magda történelmi drámáját. Az a szép fényes nap 994 őszén Esztergomban a fejedelmi udvarban játszódik, Vajk megkeresztelésének előestéjén. Vajk Istvánná válása jelkép a magyar nép csatlakozásának megerősítése a nyugati keresztény világhoz. Szabó Magda nyelvezetében, meg szóhasználatában, meg gondolatiságában összevonta azt az erévet, ami eltelt. Tehát, hogy nem egy historikus, archaikus történetet akart megírni, hanem a mának szóló történetet is felhasználva az akkori kornak megfelelő problémákat, amik szerintem a mai napig örök érvényűek, és azt gondoltam, hogy tulajdonképpen inkább szenáriumában meg díszletében, ami haja az a mára, de ugye a szövegeket semmit nem változtattam rajta. Tegnap pedig ütött, pedig csak arra kértem, tűnjön el pár napra a környékről. Már régen meg kellett volna halnia. Ha majd király leszel, és meg kell szabadulnod valakitől, akit együtt szeretsz önmagoddal, meg az emlékeiddel. Neked sem lesz majd olyan természetes az, ami elkerülhetetlen. Géza fejedelem döntése az, amely megteremtette a lehetőséget arra, hogy a magyarság bekapcsolódjék az európai közösségbe. Számára ugyanakkor komoly dilemma a szabad magyarok és a keresztények, illetve a kelet és a nyugat közötti választás. Nagy segítség pont Szabó Magda, aki olyan megfejtéseket követel tőlünk, ahol nem lehet kitérni a történet elmesélését, nem lehet eltérni attól a szándéktól, hogy bizonyos helyzetekben kifejezetten abszurditását rajzolja meg a jeleneteknek a színdarabon belül, és valóban kibeugrálok így a groteszkből a drámába, a drámaiságba. A püspök úr az apátunk mindjárt indul az első misére. A német delegáció közeledését már este jelezték. Öltöznök kell rá. Nem is védekezett. Így akarták hatni. Gondolta, megfélem. Vajk a magyarság számára az új Istent teljes szívvel, hittel és valóságos keresztényi elkötelezettséggel vállalja. Ott a dráma ebben a műben, hogy nem két barát vitatkozik ezen az egészen, hogy legyen ez a kereszténység, hanem egy apa és fiú. És a második felvonásban elmennek egymás mellett teljesen a Géza és a Vajk, és nagyon sokáig nem derül ki, ez jó van szerintem megírva, Szabó Magda ebben nagyon jól írta meg azt, hogy folyamatosan csak egy-egy mondat utal arra, hogy tulajdonképpen mind a ketten mást akarnak, és aztán csak a végén, szinte a legvégén bizonyosodik be, illetve lesz számukra is egyértelmű, teljesen más elképzeléseik voltak az ország jövőjét, a jövőjéről. Fárt is az!
Gyula a fejedelem apósaként, az ősi hagyományok védelmezőjeként óhatatlanul is szembe kerül a keresztény hitet hirdetőkkel, és kénytelen saját élete védelmében meghasonulni. Mindennapos történet egy rég letűnt politikai elitnek, a múltnak a visszakapaszkodása, az újra felszínre kerülése, hogy hogyan tud igazából megint egyáltalán hogy megmaradni. De aztán utána kiderül, hogy ő eszköz a jelenlegi hatalom kezében. A sámán tegnap összeveszett Gézával. Még verekedtek is. Igazán? Ja, nagy hessze szólna, jól is ki a szemet. Én? Csak nem képzeled, hogy részt veszek a keresztelőn. Miért ne vennél részt? Bünge, aki még megjárta az augsburgi csatát és a szabad magyarság elfű követője, aki értetlenül kénytelen szemlélni a változást. Ilyen ősi sikoly-szerű dolog a múltból. Hát, ahogy mi ebbe a korba visszatekintünk, emlékezünk, olvastunk róla rengeteget. Nem mondom, hogy nehéz, nem nagyon nehéz, de hát az ember megpróbálja áttörni ezt. Ezt a iszonyú évszázados fájdalmas sikítást. Ez inkább egy ilyen halálsikoly. 1994-ben tudósítunk önöknek, kedves nézőink, a nemzetközi közvélemény felfokozott érdeklődése követi nyomon Bulgária politikája. Ebben a forgatókönyvben a média hatalmának ízig-vérig 21. századi megjelenítésével üzen a múltnak a darab, a mának és a holnapnak is a rendezői szándék pálya pomponiával. Ilyenek vagyunk. Behozni egy teljesen másik levegőt, egy másik sorsot, egy másik világot. Ez az én funkcióm. Nehéz, mert nincsenek partnereim. Csak egyedül vagyok egy olyan szöveggel, ami, hogy is mondjam, szikár, informatív, és nem nagyon tud hozzá közel lenni az embernek, és mégis meg kell benne csinálni a váltásokat. De közben meg van valami ilyen titkolt félelmem, hogy ne legyen közhelyes, és ne legyen semmilyen szinten sértő és véleménynyilvánító. Szabó Magda története rávilágít arra a kérdésre, hogy Nyugat védőbástyája vagy Kelet előretolt helyőrsége legyünk, Bagó Bertalan rendezése pedig megerősíti, hogy a történelmi spirál ismét lő magát. Ünnepélyes keretek között vették birtokba a 700 millió forintos beruházással megvalósult Floriana közösségi teret a csákváriak. Természetesen ott jártunk mi is. Ünnepélyes keretek között a megye és a város vezetése, a település polgárai birtokba vehették Csákvár új művelődési intézményét, a könyvtár és közösségi tér épületét. A megnyitón Tesseli Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos köszöntötte a vendégeket. Elmondhatja Csákvár és ez a környék, Pannonia szíve, hogy sikerült ezt megoldani. Lett egy olyan méltó helyszín a kultúrának és a közösségi életnek, amelyre a csákváriak büszkék lehetnek, és amely biztos vagyok benne, hogy tudja majd táplálni azt, hogy megmaradhassunk itt Magyarországon, Pannonia szívében magyarnak, hogy tudjuk éltetni hagyományainkat, kultúránkat, és újra egy erős közösséggé tudjunk kovácsolódni. Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke megerősítette, Csákvár polgárai számára fontos, hogy a régió központjában egy minden igényt kielégítő kulturális intézménnyel gazdagodhattak. Számunkra nagyon fontos az a minőségi magyar keresztény kultúra, amelynek megőrzésén szerintem minden településnek és a megyének fáradoznia kell. Ezekért az értékeinkért mindig ki kell állni. Itt Csákváron és a térségben ez egy hiánypótló beruházás, amelynek ma itt az átadásán vagyunk. Ugye nemrégiben itt megújult terület- és településfejlesztési operatív programból mellettünk a főtér, egy új zöldövezetet kapott zöldváros projekt keretében, most pedig végre elkészült, mint egy 700 millió forintból nagy részben magyar állam közvetlen nemzeti forrásból való támogatásának köszönhetően ez az új kulturális központ.
Illés Szabolcs polgármester köszönetet mondott a kormánynak, a térség országgyűlési képviselőjének és mindazoknak, akik hozzájárultak a közösségi tér megépítéséhez, majd a történelmi egyházak képviselői megáldották a kultúra új otthonát. Ez egy nagyon nagy esemény a város életében, hiszen több mint 30 éve nem épült közintézmény Csákváron. Szüksége volt a település méreténél fogva, illetve az itt élő emberek kultúrára való éhségére fogva is egy olyan multifunkcionális közösségi térre, ami most itt megépült. Szikora János rendező köszöntőjében megidézte azt a 2 évvel ezelőtti beszélgetést, ahol is Illés Szabolcs polgármesterrel megbeszélték, hogy a Perely uram lehet az a darab, amellyel megnyithatják a város új művelődési intézményét. Valamiképpen azt éreztem, hogy ez a színdarab, a Perely uram, amit 2 évvel ezelőtt mutattunk be Székesfehérváron, és nagy sikerrel játszottunk, igazából ma este fog igazán hazaérni. Azért gondolom azt, hogy hazaérni, mert ez a történet, ez itt ezen a tájon született. 16 kilométer ide Csákberény. 10 perc alatt ott vagyunk autóval. 20 kilométer Mór, és alig 50 kilométer Nagyigmánd. Ebben a szűk kis háromszögben zajlódott le ez a dráma. A Vörösmarty Színház Perely uram előadása Sobor Antal egyszerű, tiszta, megrázó erejű drámája ismét elementáris érzelmeket szabadított fel. Pannonia polgárainak szíve együtt dobbant az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!